Kibújt a bőréből Vastag Csaba, amikor megtudta, hogy Ábrahám Edit lesz a párja a nem sokára induló nagy duettben. Jól van, hát most rosszul fogalmaztam. Jó reggelt kívánok nektek. Jó reggelt. Sziasztok. Milyen tekintetben bújt kevőrével ez egy olyan? Nekem ez volt leírva. Ezt én felolvastam. Innentől kezdve, tehát hogy örültél neki? Nagyon. Igen, igen, szerintem nagyon jók leszünk így. Tök jó, kiegészítjük egymást, vannak olyan jók is közös dolgok. Színpadi emberről van szó, tehát hogy azt gondolom, hogy talán azzal nem lesz baj, hogy izgulna, vagy valamit nem tudna megoldani. Sőt. Viszont a... igen? Hát azért egy kicsit izgulok, hát azért ez nem az én műfajom, az én műfajom az a próza. De jó. Persze. Az éneklés azért... Igen, akkor azt kell csinálni, hogy reppelj. Ja, igen. Annyi, akkor azt kell, úgy kell összehozni. Igen. Ez is egy megoldás. Lehet, hogy lesz ilyen feladat is, még nem tudjuk. Szerintem sokkal több minden rejtezik és szunnyad a művésznőben, mint amit még eddig valaha is tudott magáról, úgyhogy ezt majd szépen kibontogatjuk, kihozzuk belőle. Érdekes páros a tiétek, hogyha lehet így fogalmaznom. Tehát, hogy nem tudom, hogy nektek mennyire kellett összeszoknotok, vagy mennyire kóstolgatjátok egymást, hogyha lehet így fogalmazni egyelőre. Hát összeszokva még nem vagyunk, ezt nem titok. Még nagyon az elején vagyunk, tehát még táncpróba volt, énekpróba volt, és még szerintem még valóban kóstolgatjuk egymást, de úgy érzem, hogy a kölcsönös bizalom az megvan, és az a legfontosabb, hogy tudjuk azt, hogy számíthatunk egymásra. Az, hogy konkrétan miben ez ki fog alakulni, de úgy érzem, hogy amikor én bizonytalankodok, akkor a Csaba nagyon határozott. És ez jó, de az a tisztában vagy, hogy a Csabáért gyakorlatilag egy ország rajong? Tehát az ország női lakossága, bocsássak. De ez nekem nem. Tetszik. Ez nagyon jó. Reméljük, hogy nem csak. Ez jó. Ami azért jó, mert hogy ők küldik az SMS-eket. Tehát ők küldik az applikációt, letöltve. Tehát adakasz után, hogy az SMS-eket sokáig menet. Ne szugáljuk a fejükbe, küldheti bárki. Tehát nyugodtan, szép beütés. Küldje csak nyugodtan, mi szívesen fogadjuk. Szóval az a helyzet, hogy tényleg szerintem tök jól kiegészítjük egymást, és ami fontosabb ebben, hogy valóban van egy bizalom, tehát ami már most kialakult, és ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy az elején meg tudott születni, ez nagyon értékes, mert, és meg is kell tartanunk, mert ez van, hogy sok idő múlva sem alakul ki emberekben. Úgyhogy valóban nagyon sok esetben van az, hogy nem tudja, hogy meg tudja csinálni, és én meg biztos vagyok benne, hogy meg fogja tudni csinálni. Jó. Tényleg pont tegnap is volt egy énekóra, amikor mutattunk egy pár, az énektanár kollégával mutattunk egy pár technikát, és szerintem azt hiszem, hogy 3,5 másodperc van megcsinálta tökéletesen, tehát... Hát jó mesterem van, tehát azért az is számít. Egyébként nagyon sokat számít. Azt, hogy ráérzel arra, hogy mi az a rész, ahol nekem segíteni kell, hogy mi az a pont, ahova bele kell nyúlni a munkámba. Finoman beszéljen veled, vagy itt. Finoman mondja, vagy kedvesen mondja, tehát hogy azokat hát, a hogy becsomagolja, az nagyon-nagyon fontos, persze. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen formában, és úgy érzem, hogy a Csaba érzi azt, hogy hogyan kell hozzám szólni, és hogyan kell közelni. Na most azért, hogyha lehet mondani, ez a műfaj, ez egy ilyen nagyon laza, könnyed, vidám, humoros, nagyon szórakoztató, igen, pont ez a nehézsége, de hogy neked ez fekszik? Tehát ezek a jelzők, amelyek egy műsort jellemeznek, az neked bejön? Tehát, hogy te most meg fogod mutatni, hogy milyen vagy valójában? Vagy kibújsz a bőrödből? Én azért szeretnék időnként kibújni a bőrömből. Aha. Az, hogy ez hogyan fog sikerülni, ez a műsor folyamán fog kiderülni. Tehát az, hogy mi szúnyad bennem, nagyon sok olyan dolog van, amit én még magam sem tudok. Tehát ezek mind rejtve vannak bennem, és magamat is felfedezem újból. Tehát ez egy nagyon nagy kihívás. Pont emiatt, hogy magadat is felfedezed újból? Igen, egy picit úgy érzem, hogy még most tudom egy picit feszegetni a határaimat. Most még az idő van az életemben. Aztán lehet, hogy ez mit tudom én, 3-4 év múlva már nem. Most van kedvem hozzá, és akkor ezt az időszakot kell kihasználni. Gyors döntés volt? Van. Tehát ilyen igen? Azonnal? Igen. Tényleg? Nem... Pároddal megbeszélted? Jó, hát azért aludtam rá egyet, úgyhogy önálló döntésem volt. Önálló döntés. Senkivel nem beszéltem meg. Aha. Tehát ezt én döntöttem így el, hogy ha egy ilyen lehetőség adódik, már pedig régóta adódott egy ilyen határfeszegető műsor az életemben, és azt gondoltam, hogy ezt meg kell lovagolni. Csaba, nyilván nyomon követted a duettnek az előző évadjait. Mondom, nyilván. Persze. Nyilván. De ha nem baj, akkor ne kérdezz azért bele, hogyha nem muszáj. Nem akarok belekérdezni, de hogy ugye
láttad, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy az ember tovább tudjon menni? Persze. Arra, hogy... Na most akkor, hogy kedves nézőket, ne csapjuk be, nekünk koncertjeink vannak többnyire ilyenkor, tehát annyira sokat nem tudtam nézni a műsorban. Nem is az, hanem de hogy... visszanézegettem egy óperadást, és láttam, igen. Hanem, hogy ugye teljesen mást mutassál meg magadból, amit az emberek eddig igen. ismertek, és azt szeretik, azt várják, azt követelik. Egyrészt. Másrészt pedig szerintem ez tényleg, ahogy az előbb is beszéltünk róla, ez egy ilyen nagyon mindent kipróbálós dolog, tehát nem szabad félni semmitől. Azt látom én is, hogy azok jutottak előrébb vagy többre, akik nem féltek a komfortzónájukból kilépni, és nem féltek magukat megismerni. Tehát nagyon sokszor észreveszi az ember, nagyon sokszor magam is egyébként, hogy hasonló köröket futok, hasonló szövegeket, hasonló dalokat, hasonló témákat érintgetek akár több éve, hiszen én vagyok, és engem egy dolog foglalkoztat, vagy legalábbis nem sok dolog foglalkoztat egy bizonyos idő intervallumon belül. Tehát nem baj az, hogyha érnek ilyen kis lökések, kis impulzusok, amik kimozdítanak, mert... Szabad megkérdezni egyébként, is. Hogy mi zajlik most a te magánéletedben? Nem. Nem? Ennyi. Tehát, hogy van-e párod, nincs párod? Hát nem, nem. Mit nem? Most mit akarsz? Szavazókat akarsz neki nyerni? Vagy nem, ez egy jó kérdés egyébként, ez egy komoly erőpróba nekem is egyébként, mert most már idestől kb. 6 éve nem beszélek erről a témáról, és most már nagyon, nagyon nehezen bírom, de nem ma fogom elkezdeni. Ez egy kimondottan logisztikai és politikai döntés volt a részemről a magam felé, hogy akkor van valaki az életedben? Természetesen, hát nyilván. Van. Tehát, hogy van egy stabil párkapcsolatod. Stabilnak nem mondható, de párkapcsolatod. Nem, hogyha még egyszer... Ha nem beszélsz, akkor az Zsuzsi mondja. Az akartam, hogy rosszul jössz ki mindenképpen. Az igenek és a nemek is sajnos beszélnek helyettem. Tehát én mindig úgy adtam ezzel, hogy ezek a műsorok sem, meg a saját magam zenésége sem arról szól, hogy kivel. Jó, nyilván nem, ez csak ezért. Engem érdekel most igen. Egyébként, meg szerintem megbeszéljük akkor ki majd. Egy millió embert még itt. Vagy a konditeremben, mert hogy egy helyre járunk edzeni egyébként, ja. Tehát hogy ott szoktunk találkozni. Igen, de a vízben már belégott valaki szerintetek? Igen, nem, de nyugodtan te is, tehát nem. Tudom, hogy zavarban vagy, nyugodtan így el. Nem, csak hogy belégott valaki. Na egyébként nem. Visszatérve, tehát hogy ez a műsor, ahogy visszatérve, akkor a párkapcsolatra, hogy... Szóval, hogy ez mindenkinek bejött, hagyd már szegény. Edith a párom most éppen. Így van. És ez mindenkinek bejött, és szerintem nektek is be fog jönni, népszerűek lesztek, kedvesek lesztek, szeretettebbek lesztek, mint eddig. Szerintem ez mindenkivel így történt, és ez egy nagyon-nagyon jó játék, és amit mondtál, Csabi, azt szerintem tök igaz. Tehát ki kell lépni a komfortzónából, és hogyha engeded magad egy picit játszani, amit én nem biztos, hogy megmernék tenni, és gratulálok mindenkinek, aki ebben így részt vett, akkor siker. Ennyi. Mi volt a kérdés? Nem kérdés, nem, én csak bátorítom őket. Bátorítom őket, mert szerintem jó páros, tehát jó páros. Tehát, hogy jó páros. Kell vászani, mindenképpen a hülyét csinálunk magunkból, és az új dolgokat próbálunk itt. Igen. Tehát hogy mindenki ettől félünk, hogy nehogy valami rosszul álljon, vagy nehogy véletlenül valami úgy sülne, hogy nem tetszetős. És, akkor a sminkben a magánéletünket megbeszéljük? Persze, ennek jó. A jóban lehet. Jó. Miért érdekli magáskát ennyire a magánéletünk? Sokszor találkoztunk a konditeremben. Na, Mátés Mesterkától nézzünk titeket a duetben. Köszönjük szépen. Köszönjük.